Itt ülünk nem messze a leendő Ajka Újváros projekt helyszínétől, amit már elég régóta ízleget az önkormányzat is, és ízlegetnek önök is. Mit tudunk erről a projektről most jelenlegi állapotában? Milyen kép rajzolható ki róla? Hol lesz? Mekkora lesz? Mit terveznek? Milyen szempontokat vesznek figyelembe? Hát ugye ez a projekt egy ilyen 40 hektáros területre terjed ki. Ez itt a temető mögött az Ajkarendek felé vezető domb nyergen van, ugye a Szőlőhegyel szemben. Hát ez egyik legjobb fekvésű területe Ajkának, és hát a város jövője ugye, nem tudjuk, hogy milyen lesz a városaink jövője, azt végképp nem tudjuk, hogy az ilyen kisközépvárosoknak mi a jövője. Ezek mindenképpen vonzó, átlátható léptékű városi közeget jelentenek. Ebben az emberek nagy többsége jól tudja érezni magát, és ezek a városok, hogyha nem túlságosan terülnek szét, akkor nagyon bele tudnak simulni a természetbe. Ugye Ajka fantasztikus, itt a Bakony ölében, a Torna, meg a különféle patakok mentén egy fantasztikus hely. És nyilván a városnak egy olyan új korszaka jön, nem csak Ajkának, hanem minden városban, amikor, ahogy ezt mi urbanisták már mondjuk egy jó évtizede, hogy sokkal kompaktabb, föntarthatóbb, üzemeltethetőbb, gazdaságosan menedzselhető városokra van szükség. És ugye most már mindenki számára világossá vált, hogy az a családi házas építési forma, ami hektáronként 8-9-10 lakást tesz lehetővé, az fönntarthatatlan. Ugye a családi házas építésnek az is a lényege, hogy abban nem csak a magántulajdonosok forrása van benne, hanem benne van az önkormányzati út, az önkormányzati közmű, benne vannak a kamattámogatások, tehát ez a nemzeti vagyon része. De az a probléma, hogy ez egy nagyon nagy herdálás, ami itt a nemzeti vagyonnal folyik a családi házak tekintetében. És ugye most már mindenki tudja, hogy egy 120-150 négyzetméteres családi ház, telekkel, cugehőr, minden, az 100 millió. Na most ki az, aki bevállal 100 milliót 25-32 évesen, 25 évre? És a családjának másik problémája az, hogy az röghöz köt. Tehát ugye azt az emberek általában a saját képükre és a saját igényeik szerint igyekeznek megformálni. És vagy évtizedekre is adósodnak, de tehát nem is nagyon... Életük megváltozik. A gyereknek új szoba kell, külön szoba kell, a nagymama ide költözne, a gyerek elmegy Londonba, bárhová. Éppen ezért azt olyan fejlesztési irányt határoztunk meg az új város számára, a jelenlegi város politikai vezetéssel, illetve a szakmai irányítással, hogy itt egy olyan kisvárosias léptékű beépítés kell, ahol olyan épületek, telkek jöhetnek létre, amin belül egyrészt nem csak egyféle lakás van, hanem akár kisebb-nagyobb lakások is lehetnek, másrészt pedig nem egy beláthatatlan lakótelep méretű, tehát akár közösségek, együttműködések is kialakulnak. Tehát ugye tudjuk, hogy ez a válság cunami, amiben benne élünk már 11 néhány éve, és még benne fogunk élni, nyakig, jó ideig, ez azt generálja, hogy
szükségünk van egymásra, tehát együtt kell működnünk, hogyha valakinek problémája van, akkor segítenünk kell neki. És nyilván, hogyha a szomszédainkkal jobban vagyunk, meg együtt használjuk a kertet, meg kialakítunk bizonyos szabályokat az együttélésünk körül, akkor én is számíthatok, meg ő is számíthatok. Tehát az emberi tényezőket is igyekeztek figyelme venni a koncepció elkészítésekor? Nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő. Mi most modelleket csinálunk, de gondolkodnunk kell rajta, hogy lehet így is, lehet úgy is. Az nagyon látszik, hogy a családja az nem lehet. Hogy ezek a házak most földszín plusz két emeletesek lesznek, zöld tetővel, napelemmel. De semmiképpen se toronyházak, tehát nem, 8-10 nem, emeletes. Nem, emberléptékű dolgokra kell gondolni. A klíma szempontjából nagyon fontos, hogy az árnyék. Ugye egy ideig bírjuk fizetni a villanyszámlát a klímához, de nem biztos, hogy ez örök így van. De van természetes megoldás. De hogyha van egy fa, ami 15 méterre megnő, és a csapadékvizet nem engedjük le a csatornába, akkor az a fa nekünk klímagépként működik. És hogyha az öltető van a házunkon, meg még akár a kertet normálisan fenntartjuk és műveljük, akkor akár elviselhető éghajlatot is tudunk a nyári hőségben is teremteni. Ez is az egyik része a modellnek. Ugye ez a városrész gyakorlatilag 15-17 percre van gyalog, a domborzatot is figyelembe véve, a város központot. De persze vannak más olyan kereskedelmi szolgáltató létesítmények, amik közelebb van. Közötte van a Városliget az összes szolgáltatásával, a szabadidőzsor. Széles víz mentén, egy kerékpár, gyalogúttal, futópályával egészen ki lehet menni a crosspályára. Fantasztikus dolog. Ugye, ahogy megváltozott a munkakultúránk, több lesz a szabadidő. Tehát sokkal fiatalabb generációk már hihetetlenül figyelnek az egészségükre, az időmérlegükre. Az időmérlegükre. Nekik nagyon fontos az, hogy a sportra legyen idejük, hogy a csetelésre, a kommunikációra legyen idejük. Most még nem olvasnak könyvet, de ha majd baj lesz a telefonokkal, nem lehet mindent minden héten lecserélni, akkor majd előkerülnek a könyvek is. Nem áldozott le végleg a... Hogy? Nem áldozott le végleg a Gutenberg galaxisnak. Hát igen, van egy ilyen régi kis térkép, hogy vége van-e, hogy az a tévével, meg a vizuális eszközökkel jött, hogy leáldozott-e a Gutenberg galaxisnak, és akkor van egy Gutenberg kép és Gutenberg így. Szinte látom magam előtt. Mennyire előre haladott ez a tervezés? Nem az asztalfióknak dolgoznak véletlenül, vagy realitás lesz ez előbb-utóbb? Hát ez egy nagy léptékű törekvés, amire a város gondol. Éppen ezért ennek most már a rendezési tervi feltételei megvannak. És ez is több éves történet volt. Mire itt a város fölméri azt, hogy hogyan és mint alakul jövőben a demográfiai helyzet. Ugye most mindenki menekül a városokból. Ez zsákutca, mert ugye azért mégiscsak a város. Megnövelik a létbiztonságunkat, tehát a város a mi létfeltételeinknek a kiterjesztése, mert itt van szolgáltatás, orvos, fukás, minden. Hát ez egy működő rendszer, és ez sokkal erősebben véd, mint gondolnak. Tehát nyilvánvaló, hogy na jó, hát ez csak már messzire vezet, de mindenképpen egy ilyen projektnek nagy időigénye van. Ki kell találni a közműveket. Már biztos, hogy nem kell ide csapadékvízrendszert építeni. Kérdés, hogy kell-e ilyen-olyan fűtésrendszert, mikor olyan előírásaink vannak, hogy az épületeknek energia. Igen, hát az élet közben változik, gondolom ezzel rugalmasan tudnak a tervekkel is utána menni. Pontosan, tehát a jövőt nem ismerünk, de gondolkozni kell, beszélni kell róla, modellezni kell, és nem csak nekem, meg a várospolitikának, hanem az lenne jó, hogyha az emberek is beleszólnának és gondolkodnának, és javaslatokat, kérdéseket tegyenek. Remélem, így lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm.
pedagógusok, hallott-e valamit arról, hogy Ajkán milyen helyzet van, vagy hogy vannak elégedetlen pedagógusok? Országosan vannak elégedetlen pedagógusok, és országosan ugyanaz a helyzet szerintem, mint Ajkán is. És ez segíthet esetleg, segíthetnek az ön tárgyalásai, mit gondol? Igen, vagy most legutóbbi ígéretek szerint igen. Igen, úgy néz ki, hogy sikerül megállapodást elütnünk az Európai Bizottsággal, hogy egy jelentős béremelés veszi a kezdetét. Ugyanakkor ez nem csak béremelésről szól, hanem a pedagógusok általános életkörülményét és általában az oktatási rendszert is szeretnénk korszerűsíteni. Az Európai Bizottság hajlandónak bizonyul anyagi segítséget is nyújtani ehhez, és bízunk benne, hogy társfinanszírozással meg tudjuk valósítani. Tehát ez nem csak anyagi kérdés, de akkor lehetőség lesz az iskolák autonómiának növelésére például, vagy a tanári autonómiának? Én inkább digitalizálásról beszélnék, a tanári munka a presztízsének a növeléséről, az autonómia az oktatáspolitikai kérdés. Az én dolgom az, hogy az oktatási rendszer modernizációjához szerezzem meg a pénzt, én ezen dolgozom. Suszter maradjon a kaptafánál. Akkor egy következő P-betűs kérdés, Padrakút. Most ugye fejlődő Ajkáról beszél, de hát egyesek azt szeretnék, ha kevesebb lenne belőle, tehát csonkolnák. Leválna egy városrész, hallott erről a kezdeményezésről? Hallottam róla, hogy aláírásgyűjtés van, igen, de ennyi többet nem tudok egyelőre róla. És egy ilyen törekvést támogatnak? Én nem szoktam beleszólni abba, hogy a helyben élők hogyan alakítják a saját életüket. Ha tőlem támogatást kérnek, akkor mindig megvizsgálom, és akkor azt támogatom, amire úgy gondolom, hogy az ő érdeküket is szolgálja. Nem találkoztam még ilyen kérdéssel. Akkor kanyarodjunk vissza az elejére. A pályázatok kérdése, ez is P-vel kezdődik, hogy a mostani tárgyalásai hogyan befolyásolják a hazai pályázati kiírások, közbeszerzési eljárásokat, hiszen ugye a kormány elkezdte már folyosítani azokat a pénzeket, amelyek majd esetleg Brüsszelből jönnek. Ez nem kockázatos egy kicsit? Ezt minden tagállam így csinálja. A 2021. január 1-én megindult 7 éves pénzügyi időszakra vonatkozó jogszabályt és prioritásokat 2020. decemberében fogadta el az Európai Tanács. Tehát eleve nem is volt lehetőség arra, hogy a 21-es évben már meginduljanak az uniós források egyik tagállamnál sem. Ebből adódóan mindegyik tagállam azt a megoldást választotta, amit szoktak általában, hogy a saját költségvetéséből előlegezi, elindítja a projekteket, és aztán, amikor megvannak a megállapodások, akkor az uniós forrásokkal pótolja ezeket. Így történik Magyarországon is. Ígértem, hogy a körzetre vonatkozó kérdéseket teszek föl. Nem hiányolják önt a választó körzetéből? Tudom, heroikus munkát végez Brüsszelben, tehát igazoltan távol. Nézze meg a Facebookomat, és akkor látja, hogy mennyit vagyok a választókerületben. Egyébként ezt az interjú is ott készül, ha jól emlékszem. Igen, nem is kell emlékezni a jelenidőben. Akkor még egy P-betű, a perspektíva. Mennyiben tud ön hozzáállni Ajka perspektívájához, fejlődéséhez, jövőképéhez? Eddig is már több milliárd forinttal járultam hozzá Ajka jövőképéhez, és ez így lesz a jövőben is. Akkor ezt vehetjük ígéretnek? Ez nem ígéret, ez egy együttműködés a polgármester úrral és a képviselőtestülettel. Ez működik, ezt az Ajkaiak is láthatják.